Ikervár környékén permetezett tavaly tavasszal ez a traktor. A szükséges gyomírtást korszerű növényvédőszerekkel végezték. Az integrált növényvédelem alapja megelőzés, a helyi adottságokhoz alkalmazkodó, a betegségeknek ellenálló fajták választása és azok ellenálló képességének fenntartása a megfelelő termesztés technológia megválasztásával. A kártevők elleni védekezés az előrejelzések figyelembevételével történik. Nem csak a kemikáliáknak a használata, hanem azok a rendelkezésre álló olyan eszközök, mint például a biológiai növényvédelem, a hőkezelések, a talajművelésben, hogy megszüntetjük a gyomokat, akkor előkerülhetjük a kapák, művelőeszközök, sorművelők. Tehát minden olyan egyéb eszköz, ami csökkenti a kemikáliák felhasználását, és ezért növeli az élelmiszer biztonságot. A vasi gazdáknak is fontos a folyamatos ismeretszerzés, hogy így hatékonyabban tudjanak dolgozni. Ezt segítette egy vasszécsenyi fórum is. Én úgy érzem, fontos elmenni a szakmai napokra, mert azt szoktam mondani, ha egy mondatot hallunk, amiből tanulunk, akkor már megérte eljönni. A fórumon a gazdák arról is tájékoztatást kaphattak, hogyan lehet a kis területeken termesztett növényeknél alkalmazni a növényvédelmi technológiákat. A légi növényvédelemről, a méhmérgezések ügyében lefolytatott vizsgálatokról is szó esett. Az integrált növényvédelem szabályait, a termelőknek fontos rendeleteket is megismerhették a résztvevők, és a jövőképről is hallhattak. Egy magasabb, egy emelt szintű, nem kötelező, viszont egy önkéntesen választott, magasabb követelményrendszert megfogalmazó integrált gazdálkodási technológiának a bevezetésére. Ez egy V1-jel párosuló technológiai rendszer lesz a szándékaink szerint. Ennek a meghatározása folyamatban vannak, a jogszabályok megalkotása folyamatban van. Ez az idei év nagy kihívása lesz számunkra is. A hatékonyabb gazdálkodással javulnak a magyar agrárium versenypozíciói. Emiatt is fontos, hogy a mezőgazdaságban dolgozók is folyamatosan képezzék magukat, új ismereteket szerezzenek. Nagyon fontos, hogy megtaláljuk azt az utat, hogy lényegesen magasabb termelési színvonalon tudjunk anyagot, mezőgazdasági alapanyagot termelni az ország számára, de betartva ezeket az előírásokat. Ezt itt kell egy igen jelentős előrelépésnek történni. A tervek szerint a Vasi Kamara előadás sorozatot is indít, hogy az aktuális kérdésekről tájékoztassák az ágazatban dolgozókat, és olyan ismereteket adjanak át, amelyek segítik a hatékonyabb és eredményesebb gazdálkodást.